Köszöntök minden kedves tévénézőt! Stúdiónk mai vendége Újvári Imre, Tiszafüred polgármestere. Köszöntöm stúdiónkban, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre áll. Köszönöm a meghívást, és szeretettel köszöntöm a tiszafüredi és a karcagi tévénézőket. Milyen nagyobb beruházások valósultak meg, amióta ön polgármester? Illetve lehet-e kiemelni olyat, amire a legbüszkébb? Sok munkát elvégeztünk, ugye mindig lehetne mutatni olyan utcát, vagy olyan épületet, ami még nincs felújítva. Én mindig azt szoktam mondani, hogy nem volt olyan pályázat, amire nem lőttünk, és nem volt olyan forrástípus, amit ne használtunk volna ki. Tehát Tiszafüred fejlődésében az elmúlt 10 évben kihasználtuk a TAO forrásokat, a lehetőséget, kihasználtuk a hazai, a költségvetési forrás, állami forrásat, a lehetőséget, maximálisan kihasználtuk az uniós pályázatokat, amelyekre az önkormányzat tudott pályázni. Saját forrásból, önkormányzati költségvetési forrásból is próbáltunk nagyon sok kisebb, főleg így az emberek mikrokörnyezetét javító fejlesztéseket eszközölni, például járdaépítés. De azért az sem elhanyagolható, hogy azért az állami beruházások is sikeresek voltak, és sikeresen lobbiztunk azért, hogy állami beruházások is megvalósuljanak a városban. Hát ezek közül kiemelném a kerékpáros centrumot, amelyet eleinte nagyon sokat támadtak, majd mióta már nagyon jól működik, és a látogatottsági számok rekordokat döntenek, akkor már ezek az ellendrukkerek eltűntek, akkor már az úgy természetes, hogy ez így jó és itt van. De a 33-as út felújítása is 2015-16-ban történt, akkor épült egy kerékpárút a városban a 20-es úttal párhuzamosan, aminek a folytatása vélhetően menni fog tovább majd Debrecen, tehát Tiszafüred-Hortobágy felé. Az is egy sikeres fejlesztés volt, én úgy gondolom, hiszen láthatjuk napi szinten, hogy mennyien használják ezt a kerékpárutat. Nagyobb állami beruházások közül ki tudjuk emelni a Tiszafüred-Porosztó kerületi kerékpárutat, ami szintén sikertörténet, és ennek csak a települések voltak a nyertesei. És most egy legújabb, nagyobb állami beruházás, ami megyei önkormányzat beruházásaként, egy kiemelt megyei beruházásként jött a városba, ez a Kérészközpont. Ez egy ökoturisztikai túraközpont, amely méreghatóbban fogja segíteni megismertetni a Tiszató élővilágát, mind a vízi, mind a szárazföldi élővilágát, tehát ez egy nagyon jó kezdeményezés. Ez is egy olyan fejlesztés, ami a 4 évszakosság felé, tehát a szezonalitás csökkentése felé egy lépés. Az önkormányzati fejlesztések közül hát sokat ki tudnék emelni, de természetesen itt az interjúunk keretei ezt nem teszik lehetővé, amire talán a leginkább büszkék vagyunk, hogy végre van egy új belváros a Tiszafürednek. Azért az mégsem járja, hogy idén 40 éves a településünk, idén ünnepeli a városváltásának 40 éves évfordulóját, és az mégsem megengedhető, hogy egy városnak nincs egy saját főtere, vagy egy olyan belvárosa, ahol rendezvényeket lehet tartani, ahová az emberek jó érzéssel kimennek, tesznek egy sétát, vagy ahová jó érzéssel egy vendéget meg lehet hívni. És azért több pályázat együttes eredményének köszönhető az, hogy lett egy új főterünk, egy új piaccsarnok, új orvosi rendelővel megváltoztattuk a közlekedési rendet, amit még szoknia kell a helyi lakosoknak, de én úgy gondolom, hogy ha most mellé tesszük egy újabb fejlesztésünket, ami a belváros fejlesztésének második üteme, akkor már látható lesz az, hogy mennyire kerek egészé fogja kinőni magát. Mondhatnám a szabadstrand fejlesztésünket, ami több pályázat eredményeképpen szintén egy európai színvonal, vagy 21. századi turisztikai attrakció lett. Nagyon büszkék vagyunk a múzeumi fejlesztéseinkre. Azért a Kispál Múzeum Magyarország egyik legrégibb vidéki múzeuma, és Szolnok megyét, ha pedig nézzük, akkor a Damjanics és a Jászberényi Múzeum után a harmadik legnagyobb gyűjteménnyel rendelkezik. Tehát itt nagyon sok régészeti lelet van, Tiszafüred és a Tiszató őskorától egészen napjainkig. Eddig erre egy múzeumi épületünk volt, a Lipcsei Kúria, illetve a Tájház. Mióta mi vagyunk, mi dolgozunk, azóta 2 új múzeumi telephelyen bővül, tehát már 4 helyszínen lehet majd megtekinteni nem csak Tiszafüred, hanem itt Tiszaszőlős, vagy akár Tiszaders és egyéb települések határában feltárt leleteket, úgyhogy itt a Tiszató 7000 éves történelmét felelő kiállítások vannak. Májusban fogjuk átadni a 4. telephelyünket, és most már az utolsót, mert már így is nagyon nagyra nőttünk, de tényleg mindig van mit bemutatni. És azt látjuk, hogy ezek a kulturális terek, amelyeket most létrehozunk,
ezek nagyon jól erősítik a város turizmusát, hiszen hogyha az időjárás nem engedi a szabadidős programot, akkor lehet múzeumot látogatni, és most már nem csak egyet, hanem többet is. És erre szeretnénk egy kerékpáros kulturális turizmust felfűzni, mert most a múzeum szépen kidolgozta a koncepciót a kerékpáros centrummal, hogy aki mondjuk a kerékpáros centrummal bérel kerékpárt és a múzeumi telephelyeket végigjárja, akkor kedvezményben részesül, úgyhogy ezekkel az együttműködésekkel még tudják is egymást erősíteni. Nagyon sok kutató megújítottunk egyébként, ami még talán büszkeségre ad okot, hogy amikor én polgármester lettem, és már képviselőként is sokat szembesültünk azzal, hogy több helyen beszakadt az úttest a főutcán, illetve a fő közlekedési útvonalon, és ahol a város fő szennyvízgerinc vezetéke bejött, ott ezt a teljes gerinchálózatot sikerült kicserélni, tehát a városnak a fő szennyvízgerinc vezetéke az ki lett cserélve, és most már ebből kiindulva most már próbáljuk a többit is, szépen így haladunk utcáról utcára, ahol nagyon régi a szennyvízvezeték is veszélyezteti az útállapotát, ezeket kicserélni. Fölötte az úttestek helyre lettek állítva, ez is egy 400 milliós kiemelt vagy állami támogatás volt, amiről külön kormányhatározatban döntöttek, ez is Varga Mihály és F. Kovács Sándor képviselő úr és miniszter úr közbenjárására lett, tehát azért itt a kormányzati segítségre nagyban szükség volt, hogy ezeket a nagyon nagy elmaradásokat meg tudjuk oldani. Milyen a kapcsolata a térség országgyűlési képviselőivel? Én azt gondolom, hogy nekünk nagyon jó kapcsolatunk a települések polgármestereivel, ami azért nem volt mindig így. Amikor én polgármester lettem, akkor is leültem olyan asztalhoz a polgármester kollégákkal, ahol olyan taggyűlésen voltam jelen, ahol több önkormányzat volt tulajdonosa például a strandot üzemeltető cégünknek, akkor hirtelen egy erős vita közepén találtam magam, és rá kellett jönnöm, hogy itt más együttműködésre van szükség a településekkel, de más együttműködésre van szükség az országgyűlési képviselővel is. Azért Tiszafüred abban szerintem nagyon, és az akkori vezetés pontosabban nem tett helyesen, amikor nem használta ki azt, hogy egy Varga Mihály volt az országgyűlési képviselő, aki többször felajánlotta az együttműködését az akkori polgármesternek és a városvezetésnek, de nem kértek belőle. Azt láttuk, hogy majd idejön az országgyűlési képviselő, és majd ő segít rajtunk, de ez nem így működik, tehát ezután menni kell. És kidobnak az ajtón, akkor bemegyek az ablakon. Na, mi így tettünk, és mi lehetőséget láttunk abban, hogy az országgyűlési képviselő felajánlja a segítségét, lehet vele együtt dolgozni, és azért én már most a harmadik országgyűlési képviselővel dolgozom együtt, ugye Varga Mihály után dr. Fazekas Sándor miniszter úr volt az országgyűlési képviselőnk, most pedig F. Kovács Sándor, és mindegyik országgyűlési képviselő nagyon segítőkészen állt ahhoz a munkához, amit mi elkezdtünk. Mi bemutattuk a városfejlesztési elképzelésünket, a választási programunkat, és minden alkalommal teljes messzélességgel álltok oda. És Tiszafüred szempontjából én nagyon hálás vagyok azért, hogy több település tartozik egy országgyűlési képviselőhöz, de most ennek ellenére mégis úgy éreztem mindig, hogy Tiszafüred kiemelten támogatva van, és az, hogy amilyen elmaradásban voltunk 10 évvel ezelőtt, ahhoz képest milyen sokat tudtunk előrelépni, ahhoz nagyban segített az, hogy jó a munkakapcsolat az országgyűlési képviselővel, sokat segít abban, hogy mikor, melyik irányba kell menni, kivel kell ugye tárgyalni, de ugyanúgy a minisztériumokkal is mindig erre törekedtünk, hiszen most Szijjártó miniszter úr volt nálunk, aki már harmadik alkalommal járt itt, tehát azért látható, hogy ez mindig bejön, hogy akár a megyével, akár a kormánnyal, és akár egyéb állami szervekkel is, ha egy jó munkakapcsolat alakul ki, akkor az egy településnek csak a javára van, és akkor a munka könnyebben tud haladni, és gyorsabban, ami nekem mindig egy fontos szempont, mert azért az önkormányzatiság nem arról szól, hogy gyorsan tudunk haladni, tehát itt még azért mindig lenne hova fejlődni, de mi a lehetőségeinkhez képest mindig próbálunk gyorsan dönteni, és ezért is fontos például a testületi többség is, hogy egy döntés és gyorsan megszülessen, mert a polgármesteri hivatalt sikerült arra szintre felhozni, hogy nagyon gyorsan a döntés előkészítés, és maga a döntés, amikor meg kell, hogy szülessen egy képviselőtestületi ülésen, ahhoz pedig megvannak azok az emberek, akik egyet gondolnak a város fejlődéséről, a város jövőjéről, és nem csak hátráltatják, vagy esetleg nem szavaznak meg semmit, mint ahogy eddig az ellenzéki képviselők nálunk tették. Még jó, hogy kisebbségben vannak, mert ha rajtuk múlt volna, akkor sose lenne a városunknak költségvetése. Hát én még ilyet nem láttam, hogy van egy költségvetés, van egy hivatal, ahol a szakemberek munkáját végül is elismeri az ellenzék, mert mikor megkérdeztem, nem tudtak felhozni semmit, értelmes magyarázatot, hogy a költségvetés miért nem támogatják, de amikor bekerült testület elé, akkor nem szavazzák.
mondják meg. Majd amikor van egy következő ülésünk, megkérdezik, hogy az ő körzetébe mikor lesz kátyúzás, és elmondtam azt, hogy mondjuk a forrás pedig leszavazta, nem támogatta a nagy költségvetésben, ahol erre ugye felhatalmazást kapunk, hogy majd elkezdjünk dolgozni. Szóval kell, hogy olyan emberek irányítsák a települést, akik észnél vannak, nem össze-vissza szavaznak, meg össze-vissza beszélnek, hanem egyet gondolnak, és egyet is tesznek a város fejlődése érdekében. Mi jellemzi a város idei költségvetését? Illetve milyen nagyobb programok lesznek megtartva? Nagyon sok rendezvényünk lesz, tavaly is nagyon sok rendezvényünk volt. Közel 100 programja volt az önkormányzatnak és az alátartozó intézményeknek is. Az idejében sem tervezünk kevesebbet, már csak azért sem, mert a várossá válásunk 40 éves évfordulóját ünnepeljük. 1984. január 1-én lett Tiszafüred várossá nyilvánítva, és már januártól kezdve erre programokat szervezünk. A szilveszteri utcabálunk is ennek egyében, tehát ha mondhatjuk. Januárban a Magyar Kultúra Napján volt egy nagyon szép ünnepség ezzel kapcsolatban. Majd most itt márciusban is, különös tekintettel arra, hogy márciusban Tiszafüreden nagyon fontos események történtek. Az országnak egy nagyon fontos állomása volt az 1848-as és 49-es forradalom idején, a szabadságharc idején Tiszafüred. Plusz, ha mellé rakjuk a 40 éves évfordulót, ezért is szerveztünk a múlt héten egy nagyon nagy szabású ünnepségsorozatot, ahol ugye F. Kovács Sándor képviselő úr, Huba Imre vármegyei elnök úr és hát Szijjártó Péter külügyminiszter úr is ott voltak, illetve nagyon sok tiszafüredi, még szerintem környékbeli is részt vett, és mindenki elismeréssel szólt az ünnepség színvonaláról. Tehát igyekszünk mindent megtenni ebben az évben, hogy a 40 éves Tiszafüredről minél több dolgot el tudjunk mondani, mert büszkék vagyunk arra, büszkék vagyunk a városnak a nagyon gazdag múltjára. Az intézményeinken én már tavaly novemberben összeültem a kulturális és sportintézményekkel is, és minden intézmény megkapta feladatául, hogy saját programmal kell készülnie. Ezeket ki is dolgozták, amit aztán december-januárban a képviselőtestület jóváhagyott, még a költségvetés elfogadása előtt, és erről készült egy olyan programfüzet, ami a Tiszafüred 40 éves születésnapja jegyében, vagy várossá válásának jegyében készült. Itt minden intézmény önálló oldalom saját programjait is bemutatja, és ugye ezen felül vannak a városi programok. Most a kisebb programok mellett a nagy rendezvényeinket is ugyanúgy meg fogjuk tartani. Ugye említettem a két nagy kerékpáros rendezvényt, a Intersport Tour de Tiszató és az Ultra Tiszató 111 rendezvényeit, de ugyanúgy lesz a Magyar Tavak Fesztiválja, Debrecen Ildikó által szervezett opera fesztivál, amely tavaly volt 10 éves, és már akkor is nagyon nagy szabású volt. Ez a július végén kerül megrendezésre, de előtte július második hétvégén az újításokon átesett Tiszafüredi Halasnapok és a Tiszató Fest Tiszafüredi Halasnapok, ezen a néven fut most a rendezvény, ez is megrendezésre fog kerülni, ez egy háromnapos zenei fesztivál lesz. Júniusban nálunk lesz az országos polgárőr találkozó, június 22-én, tehát erre is készülünk, hiszen az ország minden részéről fognak hozzánk érkezni. Augusztusban minden évben megrendezésre kerül nálunk a DJ Tour Fest, ez is egy fiataloknak szóló zenei fesztivál. Ez is egy háromnapos nagy rendezvény, erre szintén készülünk, ez is megrendezésre fog kerülni. Emellett gyakorlatilag minden hónap első szombatjában van, első szombati napján van régiségvásár. Ide is készülünk újításokkal, ide most szeretnénk felépíteni mellé egy kézműves vásárt, egy termelői piacot is. Tehát a régiségvásárral együtt akár, az azt jelenti, hogy akár 100 árust is megtalálnak egy helyben, és ezeknek a városoknak van létjogosultsága, ezekben van turisztikai potenciál. Ugye ma júniusban nyit a szabadstrandunk, itt is készülünk újításokkal, itt be van adva egy új pályázatunk, ahol majd szeretnénk a halasteret is, illetve magát a rendezvényteret, illetve még a szabadstrandot is fejleszteni. Úgyhogy nagyon sok programmal készülünk, egészen az év végével bezárólag, ősszel a hagyományos őszköszöntő rendezvényeinket fogjuk megrendezni. Novemberben egy nagyon jó, már hagyományosnak számító disznótoros rendezvényünk van, ami elindítja a disznótort a Tiszatónál. A disznótoros szezont ugye Szent András napjához kapcsolódóan, és a disznótoros szezon mindig a bárcolókon záró márciusban a Bőlér Fesztivállal, ahol ugye most is voltunk, Tiszafüred is kiment egy főzőcsapattal. De ha csak nem kell messze mennem, már itt a húsvéthoz közeledve szintén van rendezvény a városnak, egy családi rendezvény, majd a majálisra készülünk, ami május 4-én kerül megrendezésre, már a Tiszaparton, ez egy nagyon jól bevett helyen, szép környezetben kerül megrendezésre, lesz majd gyereknap,
május végén, úgyhogy tele vagyunk rendezvényekkel, várunk mindenkit szeretettel Tiszafüredre, akár innen Karcagról is, a környékről is, az ország minden részéről. Hogyan látja a lakosság, mennyire elégedett Tiszafüreden? Ezért nagyon meg kell dolgozni, ezért az elégedettségért. Tehát, hogy mennyire elégedett, ezt talán majd júniusban meglátjuk, amikor az önkormányzati választáson újra vélemény nyilvánítanak rólunk az emberek, illetve a munkánkról. Én azt tudom elmondani, hogy én mióta polgármester vagyok, aki ismer, azt tudja, hogy nekem minden napom azzal telik el, hogy hogyan tudnánk Tiszafüredet még jobbá tenni, hogyan tudnánk a tiszafüredieknek minél jobb és újabb dolgokat letenni az asztalra. Ha akár elmegyünk családdal egy kikapcsolódásra, vagy akár nyaralni, vagy kirándulni, ott is azt nézem, hogy például mi szeretünk a Balatonhoz járni, és a Balatonnál már milyen olyan dolgok vannak, amit hozzánk jó gyakorlatként át lehet ültetni a mi életünkbe. De a képviselőtestület is nagyon elközelezett abban, és egy nagyon lakosságorientált, egy nagyon fejlesztésorientált a városvezetésünk van, a költségvetést is mindig ennek szellemében fogadjuk el. Ebből következik az, hogy mindig is van feszítve a költségvetés. Az idei költségvetésünk összege az 5 milliárd forint körül van a nagy összegű fejlesztések, fejlesztési források miatt, de alapvetően általában olyan 3 milliárd forint körül van a városnak a költségvetése, és ebben mindig jelentős forrásokat különítünk el az újszülötteknek a támogatására, tehát a babacsomagra, az időseknek a támogatására, vagy a fiataloknak az ösztöndíjára. Tehát mi szeretnénk helyben elismerni a gyermekvállalást, az időseknek méltósága legyen, a családoknak pedig biztonsága, ezt minden alkalommal elmondjuk. Ennek a szellemében végezzük a munkánkat. Tehát az biztos, láthatják rajtunk, hogy próbálkozunk, nagy akarattal és nagy lelkesedéssel végezzük a munkánkat. Nyilván mindenhol lehetne még újabb fejlesztéseket eszközölni, tehát még nagyon sok a felújításra váró út. Szerintem, ahogy ez nálunk, ez más településeken is örökösen visszatérő probléma, de itt is a maximumot próbáltuk nyújtani. Tehát nem volt olyan év, amikor nem történt útfelújítás. És teljes útfelújításra gondolok, mert az nálunk alap, hogyha jön a tavasz, akkor kátyúzunk. Ha tél van, akkor is kátyúzunk, tehát arra nem lehet panasz. Télen-nyáron végezzük ezt a munkát, tehát hogy a lakosság életminősége, életkörülményei jobbak legyenek, ezért mindent igyekszünk megtenni. Én bízom benne, és talán a biztató szavak, vagy a beszélgetések, amelyeket az emberekkel folytatunk, azok alapján azt látom, hogy a lakosság nagy része elégedett, szeret Tiszafüreden élni. Sokan is szeretnek ide költözni, azért sok az újonnan érkező és az újonnan beköltöző, de azon dolgozunk, hogy minél több elégedett ember legyen. Legyen ez a zárszó. Köszönöm az interjút. Köszönöm szépen a lehetőséget.